Vereséget szenvedett a Kolozsvári CFR labdarúgócsapat csapat a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A svéd Malmö együttese még a szünet előtt betalált a Kolozsváriak kapujában. A gól megbénította a Jordanészku tanítványait, a CFR-nek ugyanis ezután egyetlen kapura lövése sem volt. A mérkőzés 0-1-es arányban ért véget, ami jelentősen csökkenti a Kolozsvári Gárda esélyét, hogy a legrangosabb európai kupasorozatban folytathassa a küzdelmet. A visszavágót egy hét múlva rendezik Malmőben. 96 éves korában elhunyt Szepesi György, a magyar sportrádiózás legendás alakja, akit az aranycsapat 12. játékosaként tartottak számon. Ő közvetítette az 1953-as londoni 6-3-as meccset, az évszázad mérkőzését. 15 nyári olimpián és 14 labdarúgó világbajnokságon volt ott a Magyar Rádió, majd később a FIFA képviseletében. Az olimpiáról először 1948-ban tudósított, egy hiány 50 magyar olimpiai aranyérem megszületésénél lehetett ott. 1979 és 1986 között a magyar labdarúgó szövetség elnöke volt, elnöksége idején szerepelt utoljára a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon. 1982-ben beválasztották a FIFA végrehajtó Bizottságában, és tagja volt a magyar olimpiai bizottságnak is. Szepesi György számtalan díj és elismerés tulajdonosa. A Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ leghosszabb ideig tevékenykedő sportriportere. Létrejött marosvásárhelyen a régóta várt olimpiai birkózó központ. Ennek tevékenységét a Román Olimpiai Bizottság finanszírozza. Több éves álom vált valóra Manusvásárhelyen. Évekig húzódó ügyintézés után ugyanis megalakult az olimpiai Bírkozó központ Gyarmati Ferenc bírkozóedző korában azt nyilatkozta híradónak, hogy az olimpiai központ egy olyan hiánypotló létesítmény, amely jelentősen elősegíti a sporták fellendítését. További pozitívum, hogy a tevékenységét a Román Olimpiai Bizottság finanszírozza. 300 napot finanszíroznak egy évbe, tehát egy nagyon nagy lehetőség városunknak, az itteni gyerekeknek ez a az olimpiai központ. Történelemben először történik ez meg, ez annak is köszönhető, hogy ugye a Marosvásárhelyi iskolás sportklubnak, mind a Marosvásárhelyi Maros sportklubnak mindig is kiváló eredményeik voltak. Az elvárások is nagyok a központú, hiszen azt tervezik, hogy a sportolókkal a nemzetközi versenyeken való részvételen túl megcélozzák a 2024-es és a 2028-as olimpiai kvalifikációt, mi több az éremszerzést is.